akik eddig is hallgatták a beszélgetéseinket és a János evangéliumát, amit felolvastunk, azok tudják, hogy az indokunk az, amit olvassuk, hangosan olvassuk az evangéliumot, és beszélgetünk arról, mert meggyőződésünké vált Isten kegyelme által, hogy az a szó, amit Jézus akkor mondott, az most is igaz, sőt, most ezekben a nehéz időkben még talán igazabb, mint akkor. Ő azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei sosem múlnak el. És persze ez mindaddig, amíg az ember olvas a Bibliában, vagy valahol, ez csupán egy dogma, egy tanítás, ami vagy igaz, vagy nem. De hogyha az ember megtapasztalja, vagy lélek által megkapja a kijelentést arra vonatkozóan, hogy ez mit jelent, amit Jézus mondott, azt tudja, hogy igen, az ő beszéde élő és ható. Tehát szó szerint az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei, az ő igazság, amit ő megmutatott nekünk, az sosem fog elmúlni. Ugye ebből következik az, hogy aki megismeri az ő igazságát, amit ő nekünk megmutatott, és azzal telítődik, az az ember ugye ő sem fog elmúlni. Mert amikor az igazság meg fog jelenni, avagy a Krisztus az ő teljes dicsőségében, ahogy megvan írva a Bibliában, minden más el lesz égve, tehát minden más el fog égni az ő jelenlétében. Az igazság jelenlétében a hazugság meg fog perzseltetni, meg fog égettetni, ahogy írja a Biblia. És ezért, aki az ő beszédével van tele, az nincs ahogy elégjen, az nem fog elégni, az nem fog megsemmisülni. És ezért olvassuk ezt a könyvet, ugye János tanúságtételét, és Isten segítségével elmondjuk azt, amit megérthetünk belőle, amit megérthettünk belőle. Nem azzal a céllal, hogy valaki számára helyettesítsük Istent, az ő jelenlétét, hanem sokkal inkább avval a céllal, hogy betekintést engedjünk embertársainknak abba, hogy mekkora hatalommal bír az ő szava, mekkora igazság van az ő szavában, és hogy az ő szavának a világosságában ma is meg lehet látni, mi történik a világban, és meg lehet látni a kiútat abból, amiben van az emberiség most jelenleg. Elérkeztünk János evangéliumának a 13. fejezetéhez, és akkor neki is fognánk és olvassuk, és Isten segedelmével megbeszéljük azt, amit olvashatunk és láthatunk. Tehát a 13. fejezet a lábmosás. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Ugye, az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkele a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül vala kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat meg nem mosod soha. Felele neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Mondta neki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Ugye az ember nem mos, nem zuhanyzik, nem fürdik minden nap, ugye a láb is régebb nem volt ez szokás. Csak a lábait mosta meg, ugye főképp, hogyha a saruban járt, kelt ugye a városban. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja előt. Azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak a lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nekik,
Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem mindjártokról szólok, tudom én, kiket választottam el, hanem hogy beteljesedjék az írás. Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meglenne, hogy mikor meg lesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Ez a lábmosás, nyilván ezt ugye ismerjük innét onnét, ha másonnét nem, akkor a Franco Zeffirelli féle filmből, ugye híres Jézus filmből. Jézus megmosta a tanítványa lábait. És már korábban is ugye többször mondtuk és láthattuk azt, hogy minden cselekedetnek, minden történetnek van egy nagyon mély mondani valója a lélek számára. Nem csak az emberi fülek számára, a fizikai fülek számára és a szemek számára, hanem a lélek számára is. Így ugye a lábmosásnak is van egy nagyon fontos mondani valója, hogy mit jelentett az, hogy Jézus megmosta az apostolok lábait. Ő elmondta, hogy a világban a hatalmasok uralkodnak a kisebbek fölött, ugye? Hatalmaskodnak a kisebbek fölött az urak. De ne így legyen közöttetek, azt mondta Jézus, hanem legyen fordítva. Aki egy picivel is nagyobb, mint a többi, legyen a többiek szolgája, azáltal mutassa meg, hogy ő telve van Isten lelkével, ugye? Tehát aki nagyobb, az szolgálja többit. Isten is ilyen, ő is úgymond az emberiség szolgájává tette magát. Mert ő emel fel minket, ő szolgál bennünket, ő szeret bennünket. Mert neki van, amiből. Ugye? És ezt mutatta meg Jézus által, hogy ő, aki a legnagyobb, ő a szolgájává tette magát az ő gyermekeinek, mint ahogy az anyuka és az apuka is gyakorlatilag ugye szolgájává teszi magát az ő gyermekeinek, és az életét adja az ő gyermekeiért, ugye dolgozik értük az ő gyermekeiért, hogy legyen, amit ők megegyenek, és hogy bőségben éljenek. És erről szól a példa. Ugye Péter nem igazán akarta neki, ugye, tehát megijedt, amikor Jézus elővette a tálat és a kendőt, hogy megmossa az ő lábait, és azt mondta, hogy nem moshatja meg az ő lábait. Mert hogy moshatná meg az ő mestere az ő lábait? És azt mondta neki Jézus, hogy Péter, hogyha én téged nem moshatlak meg, akkor neked semmi közöd nincsen hozzám. Hát azáltal van neked közöd hozzám, hogy én téged megmostalak. Tehát nem azáltal van közöd neked hozzám, hogy te engemet szolgálsz, hanem azáltal van közöd hozzám, hogy én szolgáltalak téged, mert én az atyától jöttem, és hoztam a mennyei eledet tőle. Titeket azzal szolgáltalak, ugye? Ezt is jelképezte az, hogy megmossa az apostolok, az ő barátai lábait, ugye, mert ő barátainak nevezte az apostolokat. És egy idő után nem engedte, hogy mesternek, vagyis, hogy úrnak szólítsák, hanem azt mondta, hogy ti mostantól az én barátaim vagytok. Mert amit én az atyától hallottam, a mindenható Istentől, tudtul adtam nektek, semmit sem tartottam vissza, elmondtam nektek mindent, hogy teljesen megtisztuljatok, megfürödjetek. És azt mondja, hogy aki az ő szavát hallotta, az igét hallotta, mindenki tiszta, annak már a fürdetése megtörtént, annak a mosdatása már megtörtént, és csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák. Miért? Azért, mert ugye mi is Istenhez fordultunk, és ő minket megfürdetett az ő szavával, a Jézus kijelentéseivel,
de mégis ebben a világban járunk, és elesünk közbe. És elestünk, én is elestem, és mindannyian elestünk, és a lábaink ugye bekoszolódtak, a földön járunk, a porban járunk, és a lábaink bekoszolódnak. Viszont mi tiszták vagyunk, és azt mondja Jézus, ugye a mester, a tanítónk, hogy nyugodtan mossuk meg egymás lábát közbe-közbe. Hogyha azt látjuk, hogy valakinek mocsok van a lábán, ugye koszos, poros a lába, ugye volt egy ilyen szokás régebb a zsidóknál, és ugye keleten is, ugye sarukban járnak, papucsokban járnak ugye egész nap, hogy amikor bemennek valahova a vendégségbe, akkor megmossák az ő lábaikat, ugye. És ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy ugye, hogy a gazda megmossa a vendégei lábát. Tehát ugye ez az alázat és a szeretet jelképe, ugye. És Isten azt mondja, hogy hogyan szerethetnénk Istent, akit nem látunk, hogyha azt, akit látunk, nem szeretjük és gyűlöljük, ugye. És az, hogy megmossuk egymás lábát, azt jelenti, hogy amikor elesünk, vagy hogyha ugye a porban járunk, azáltal, hogy néha találkozunk, vagy beszélünk egymással, engedjük, hogy Isten az ő lelke szóljon általunk. És sokszor úgy mossuk meg egymás lábát, hogy nem is tudunk arról. Tehát lehet, hogy beszélek én Levikével, telefonon, van nekem valamilyen nyomorúságom, egy gyötrődésem, egy reménytelenségem, van valamilyen problémám, és Levike csak lélek által szól, ugye? Ő azt sem tudja, mit beszél, csak ő elmondja azt, amit az Isten a szívére helyzett. És annélkül tudott volna róla, meg most az én lábaimat. Nem úgy, hogy engemet kioktatott, vagy én kioktattam őt, hanem úgy, hogy nem is tudtunk arról, hanem Istennek a lelke végezte el ezt mi bennünk, és végzi el folyamatosan mi bennünk. Így működik Istennek a lelke. Hogyha beengedjük, megismerjük Istennek a lelkét, persze. És hangsúlyozom, ez nem egy ilyen misztikus dolog, nem csupán, mert van ennek egy misztikus része is nyilván. De ez egy konkrét dolog, mert Jézus kijelenti, hogy Istennek a lelke az a szó, amit ő mondott. Ugye, az szó, amit ő mondott. Az ő tanítás, amit nekünk eszünkbe jutott folyamatosan, Istennek a lelke. Az Istennek a lelke, és Istennek a lelkével tudjuk megmosni, úgymond, egymás lábát. Amikor találkozunk, vagy beszélgetünk, ketten vagy hárman, ahogy mondja Jézus, néha találkozunk és összegyűlünk, Isten kijelenti magát nekünk. És az ő jelenlétével az, hogy az élő víz, a tiszta víz megmossa a mi lábainkat. Ez a lábmosás röviden és tömören, hogyha valakinek még van erről valami, szívesen meghallgatom. Én is elmondanám a személyes bizonságomat, de hogyha Cornélia vagy Kinga szeretném mondani valamit, én is megvárom őket. Én azért nem teszek hozzá, mert ugyanezt a kijelentést megkaphattam egy pár hete, és ugye azt fel is vettem hanganyagba, és megosztottam pontosan ezzel kapcsolatban a megértést, a meglátást, tehát ugyanezt kaptam én is, hogy igenis kötelesek vagyunk, ha van bennünk Isten szeretete és az igazság szeretete, ha megvan bennünk, akkor úgy kötelesség, hogy engedjük, hogy azt, amit a szívünkre helyez, azáltal még a fejem is meg legyen mosva, mert én általában úgy szoktam elesni, hogy tehát a fejemet is belepi a kosz, nem csak a lábaimat. Egyszer, amikor erről beszélgettünk, azt adta nekem a Krisztus lelke, hogy úgy egy tetőtől talpig, tehát, hogy úgymond Krisztus is végez bennünk egy olyan agymosást, amit végez e világnak az Ura is. Csak az övé az agymosás, az nem olyan agymosás, hogy annak a gyümölcse egy ilyen káosz lesz, egy zűrzavar, aminek következtében az ember azt se tudja, hogy most mi van, hanem ez az agymosás, ez olyan, hogy úgymond rendbe rakja az embernek a gondolatait, egyenesbe hozza, tisztába teszi, és nem véletlenül szoktál mondani, hogy tetőtől talpig, tehát a legfontosabbal kezdi,
a fejünkkel, az agyunkkal, a szívünkkel. Én azt gondoltam magamról, hogy egy őszinte ember vagyok, egy nyitott ember vagyok, mert én eléggé őszintén elmondtam azokat a dolgokat, nyomorúságokat az ismerőseimnek, barátaimnak, amik velem történtek, és ebből gondoltam azt, hogy én egy őszinte ember vagyok. És tavaly megadatott az a lehetőség, az a próba, amire nem számítottam, és hála Istennek a próbák úgy adódnak, hogy az ember nem számít rá, mert úgy az igazi, hogy a barátaimmal egész nap túráztunk, egy ilyen jó túrás napunk volt. És este hazamentünk, estér hazaértünk, és a barátomnak a kislánya, aki 7 éves, 6 éves lehet, egyszer csak megjelent a mosdótállal, és a szappannal, és a törülközővel. És mondta, hogy lemente meg szeretném mosni a lábadot. És hát én nem engedtem meg neki, mert tudtam, hogy egész nap sétáltam a bakkancsba, az a láb az büdös, mocskos, izzadt, a köröm az egy kicsit beteg is, kicsit gombás, kicsit csámpás is, luttalpas is, a lábujkóim hargasok, úgyhogy nem adtam oda, na, nem adtam oda. És abban a pillanatban értettem meg, hogy ezt a szívünkre, a lelkünkre vetítve is jó, hogyha értsük, mert Jézus nem az agyunkba szeretne lakni, nem a válunkon, a fejünk tetején, hanem ő a szívünkbe, lelkünkbe is, a szívünk, lelkünk is ugyanilyen, sőt, sokkal mocskosabb, büdösebb, gennyesebb, csámpásabb, torzabb, mint az én lábam, és ő oda szeretne bemenni. Persze nem gyúrakodik, nem töri be az ajtót, hanem szeliden jön, és ehhez kell az igazi bátorság és az alázat, mert abban a pillanatban, ugye, hogy én nemet mondtam, a kicsi kislány, a barátom, az utitársam, a testvérem mondta, hogy pedig Jézus a tanítványainak szívesen, örömmel, szeretettel megmossa az ő lábait. És ez bátorság volt nekem is, és mindannyiunk számára az lehet, hogy bármennyire csámpás, büdös, mocskos a mi lelkünk, a szívünk a bűneinktől, engedjük, hogy ő lehajoljon, bejöjjön és megtisztítson, mert ő nem olyan, mint én, mint mi emberek, hogy itten színészkedünk, meg gúnyolódunk egymás nyomorúságán, meg csúfolkodunk, meg mutogatunk, hanem ő igazán szeret minket, ő nem mutogat, ő nem gúnyolódik, hanem ő tényleg ő a legtermészetesebb módon, mint egy szerető édesapa, a legjobb barát, ő úgy jön és veszi gondoskodás alá, gyógyítás alá mi lelkünket, szívünket. És igen, ez a lábmosás, ezt föltétlen lélekre is kell, hogy értsük. Ameddig felolvastad, Attila, ott még most adott nekem Jézus teljesen új, friss megértéseket. Ugye mondja azt Jézus, hogy így szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, tehát, hogy megmutatta. Ő sosem kér olyat, amit ő nem mutat meg először nekünk. És ugye az ember olyan buzgó, mint amilyen én is, és sokan vagyunk, hogy mikor elkezdünk Jézushoz közeledni, túl buzgóságunkban legszívesebben mi igazítanánk helyre Jézust, mi mondanánk meg neki, hogy kéne, és mi kezdenénk őt mosdatni. És ezt Jézus tudja, és ő szeliden, de határozottan minket helyre igazít, hogy Levikém, neked van szükséged arra, hogy én megmossalak. Ezt meg kell, hogy értsed. És miután ezt megérted, és megtapasztalod, és megízleled ennek a valóságát, utána majd te is meg tudod ezt tenni másokkal, mert azáltal, hogy én megmutatom veled, te megtapasztalod általam, hogy én hogy gyógyítlak, meg hogyan tisztítlak meg, csak utána fogod tudni te is a testvéreidet, a felbarátaidat, az embertársaidat helyesen megtisztogatni,
Mert az embernek van egy elképzelése, és az legtöbb esetben nem olyan, amit Krisztus szeretne. Ezért föltétlenül kell hagyjuk, hogy ő mutassa meg először rajtunk, és utána majd mi is helyesen tudjuk ezt végezni embertársaimba. Ez a következő, és a harmadik az, hogyha bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt az atyát fogadja be. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen megvendégelés, ebéd, vagy valamire gondolt itt Jézus. Én nem zárom ki, hogy ez is hozzátartozik, viszont Jézust is sokszor vendégelték meg a farizeusok bőséges ételekkel, italokkal, látványokkal. Ő mégis, amikor bement, azt gondolták az emberek, hogy na most lenyűgözünk tégedet, Jézus, hogy látod, mennyi mindent kaptál te, és talán majd még tartozol is emiatt. De nem, Jézus nem erre a befogadásra gondolt, hanem ugye itten a lábmosásról beszélgetünk, itten a szívről beszélgetünk, a lélekről beszélgetünk. Tehát az fogad be engemet, mint Krisztusnak a gyermekét, megváltottját, igazán, aki a szívét nyitja meg. Tehát nem úgy, hogy behív a házába, és mosolygunk, vigyorgunk, eszünk, iszunk, és beszélgetünk ilyen értelmetlen dolgokról, hanem ez az igazi befogadás. És ezt kevesen teszik meg, az igazság. Sokkal több a látszat megvendégelés, az érdekből való megvendégelés, az, hogy én a másikot használjam az én elképzelésemre, de nem, erre a befogadásra gondolt is. Az igazság, hogy ezt még én is kell tanuljam, hogy Jézust megvendégeljem, befogadjam, nem úgy, hogy én neki itten játszodjak bármit is, hanem úgy, hogy befogadom, és az asztal főre engedem, hogy ő terítse meg az asztalt, ő szolgáljon fel, ő mosdasson meg, és ilyenek. Tehát, hogy ez. Erre, amit most elmondtál, Levika, egy konkrét példát tudok felhozni, egy konkrét bizonyságot, amit megtapasztaltam, és akkor volt a legigazibb az én bizonyságom, amikor Istenhez kiáltottam, és ugye lehajolt hozzám, és megtapasztalhattam az ő irgalmát, az ő szabadító erejét, és ugye szembesülhettem a bűneimmel, és megtapasztalhattam az ölelő karjait. És ez akkora élmény volt, és olyan hatalmas lelki erő, hogy olyan örömmel és hálával a szívembe mentem és újságoltam főnek, fának, bokornak, mindenkinek azt a megtapasztalást, azt az élményt. És persze az emberek nem mindenki úgy fogadta, ahogyan azt én megéltem, viszont mégis nem vett el a kedvemet attól, hogy én továbbra is ne mondjam és ne osztam meg a bizonyságomat. És az az érdekes, hogy akkor nem is tudtam, hogy az egy talentum, nem is tudtam, hogy én azt befektettem, mert nem is volt a környezetemben egyetlen ember se, aki kioktasson Isten országáról, hála Istennek. És mivel, hogy nem volt nekem előtte semmilyen kapcsolatom vallásos emberekkel, nem voltam templomba járó, stb. Tehát volt nekem egy saját elképzelésem Istenről, úgyhogy a környezetem nem igazán, és ő nekik is persze egyidejűleg, úgyhogy a környezetem nem igazán zavart be abba a bizonyságtevésbe, abba az egy talentum befektetésébe. És ezt elég hosszú ideig csinálhattam Isten kegyelméből, és azt tapasztalhattam meg, hogy még bennem növekedett az Istennek a szeretete, az Istennek a szerelme,
a bizonyságtevések során persze nem mindenki úgy fogadta a hírt, sőt, az lett a következménye, hogy nagyon sok ismerősömet, olyan embereket, akiket barátaimnak gondoltam, eltávolított tőlem. Tehát ő így tett rendet az életembe, hogy mindenki, akinek bizonyságot tehettem abban az időszakban, és hát nem fogadta ugye a bizonyságtevésem, mert megkeményítették a szívüket, hát ezek az emberek mind elfordultak tőlem, eltávolodtak tőlem. És egyáltalán nem úgy éltem meg ezt a veszteséget, mint egy világ végét, hogy akkor most mi lesz velem, mert folyamatosan éreztem, Isten éreztette velem, hogy ez a helyes út, és hogy ő mindvégig velem van, úgyhogy nem is voltam én szomorú. Igazából csak annyiban botránkoztam meg, hogy nem értettem az emberek, miért ennyire elutasítóak, és hiszen én, nekem ez olyan hatalmas csoda volt, hát végre éreztem azt az igazi életérzést, amit egész életembe kerestem. És hát ez botrány volt számomra, hogy az emberek mégsem úgy fogadják. És hát ugye voltak olyanok, mondom, akik nagyon sokan elfordultak, voltak olyanok, akik kigúnyoltak, voltak olyanok, akik szembeálltak, tehát elkezdtek hadakozni a mondandómmal. Viszont ott is tapasztalhattam Istennek a jelenlétét, nem kellett magamat megvédnem, mert mindig eszembe juttatta, a szívemre helyezte, és eszembe juttatta mindazt, amit mondhattam, vagy azt is, hogyha éppen hallgatnom kellett. És ahogy elmondtam az elején, ez ment ideig, óráig, viszont teljesen megfogyatkoztak a környezetemben az emberek, és így elértünk egy olyan fejezethez Jézussal, hogy azt éreztem, hogy most akkor egy ideig vele kell, kettesben fogunk maradni, és persze továbbra is ő gyógyított, tisztogatott, stb. Aztán elkezdtem vágyakozni arra, hogy legyenek utitársaim, milyen jó lenne, hogyha, tehát úgy utitársak, hogy milyen jó lenne, hogyha a környezetemben lennének olyan emberek, akikkel beszélhetnék Isten országáról, hiszen már ugye akiknek tehettem, azoknak bizonyságot tettem, és hát ugye eltávolodtak, senki nem fogadta. És elkezdtem vágyakozni társakra, társaságra, és hát Isten adott is lehetőséget, de nem mindegyik társ, nem mindegyik utamba kerülő ember lett hosszú távon utitársam, hiszen ezeken az alkalmakon is tanított arra, és ugye szembesített mindazzal, ami még bennem volt. És hogy a lényegre jussak, tehát így, amikor elkezdtem vágyakozni az utitársakra, úgy elkezdett csökkenni bennem az első szerelem érzése is. Nem tudtam, hogy, tehát én ezt észre sem vehettem. Mivel, hogy találkoztam sok olyan emberrel, akiknek már volt, úgymond, tehát kereszténynek mondották magukat, és mivel, hogy én soha nem tartoztam, nem voltam vallásgyakorló, így hát nekem nem volt a vallásos világból való, a keresztény vallásos világból való tapasztalatom. Úgyhogy Isten megengedte, és ugye bevezetett ennek a világnak a mélységeibe, hát addig a pontig, amíg ezt szükségesnek látta, hogy szembesüljek azzal, hogy ott milyen szellemiség van, és milyen lelkület. Úgyhogy, mivel hogy elég nehezen voltam formálható, és én annyira elhittem, hogy a keresztény világ valóban az Isten szavát, Jézust képviselik, úgyhogy észre se vettem, hogy én is olyanná váltam, mint ők. Sőt, biztos, hogy a lelkület bennem volt, mert a világ sem különb, tehát mindenki ugyanolyan lelkületben van, aki nem születik újjá. És hát ott fel kellett ismernem, hogy én is olyan törvénykezővé, képmutatóvá
váltam, tehát még inkább, mint amilyen voltam előtte, úgyhogy nem voltam vallásos. És hát azon kaptam magam, persze is ezt magamtól nem vettem volna észre, csak Isten mutatott tükröt, hogy hát olyanná váltam, hogy törvénykező, farizeus, betűforgató, stb., amiből azt tapasztalhattam, hogy ölte ki belőlem azt az első szeretetet is, elvette tőlem a talentumokat, tehát amit először bőségesen kaptam, tehát elveszítettem. Na és hát az hatalmas bukkás volt számomra, amikor megmutatta, hogy milyen lelkületbe öltöztem fel azáltal, hogy én elhittem tényleg, hogy a keresztény világ. Persze első lépéseknél tudtam, hogy nem mi, tehát hogy ott is többféle fajta van, de azt nem tudtam, hogy úgy hát úgy az egész. Aztán ott is tanított, és azóta is tanít, és hát hála neki, azt is felismerhettem, hogy nincs, tehát ez valahova tartozni, akarni, olyan lelkülethez, olyan szellemiséghez nélküle, amire neki nincs áldása, az igenis ki tudja az emberből ölni az első szerelmet, és az ember a szabárapotba kerül, mint előtte volt. Úgyhogy ezért mondom, hogy nekem igazán hatalmas szükségem volt arra, hogy megértsem ennek a lábmosásnak a lelki értelmét, hogy én is tudjak élni ezzel a lehetőséggel. Így, ahogy hallgatlak, Kinga, nekem az jön, mert eddig, ahány emberrel találkoztam, szinte mindannyian elmondhattuk azt magunkról, hogy mi megtapasztaltuk Krisztusnak azt a minden értelmet felülmúló szeretetét, erejét, azt a mennyek országi állapotát, és elkezdtük megismerni a Krisztust. Igen ám, de jött vissza az óember, és akarvakaratlanul is mindannyian elkezdtük Jézusnak mosni a lábát, mert ilyenek voltunk, mentünk a fejünk után, tehát ilyen vezéregyéniségek voltunk, ugye, nagyjából mindannyian mentünk az elképzeléseink után, és ez az evangélium és a Krisztus megismerésére is érvényes volt. És én nem látom ezt akkora problémának, mint a vallás például, hogy ők próbálják erőből elfolytani, erőből egy olyan képet mutatni, hogy én szerető vagyok, én türelmes vagyok. Sokkal jobbnak látom én azt, hogy ez kijöjjön belőlünk, és ugye Jézus mossa meg újra a lábamot, tehát hogy én igen újra törvénykező leszek, ahogy korábban, és hagyom, hogy Jézus helyreigazítson, megmossa a lábamot. Nem baj, összetörök, nem baj, padlóra kerülök, de ő mossa meg is. És amikor ő mossa meg, és ő igazít helyre, akkor utána már természetes lesz nekem az, hogy én nem izomból nem törvénykezek, hanem ha úgymond törvénykezek, akkor a Krisztus lelke által törvénykezek, és ha nem törvénykezek, akkor a Krisztus lelke által nem törvénykezek, és ez érvényes mindenre. Az, hogy én most keményen beszélek, vagy nem keményen beszélek, gyöngéd vagyok, vagy nem gyöngéd, bármi, tehát így fog minden egyes régi óemberi erős, erőszakos megszokásunktól, ösztönünktől megszabadítani, hogy újra feljön a Krisztus megismerése közben, és ez jó, mert ő el tudja venni, meg tud mosni, hogyha alázattal vagyok, és ez sokan úgy, mint a kárhoztatnák magukat, de nem kell, mert tudja Krisztus, hogy mi akarjuk. Mikor oda ment Jézus Jánoshoz, hogy merítse be, akkor János mondta, hogy te kell bemerítsél. Oda megy Jézus, hogy Péterhez, hogy mossa meg a lábát. Nem, én kéne megmossam a lábadat. Tehát az ember akar jóskodni. Tehát, hogy jó ember akar lenni a Krisztus jelenlétében. Megjelenik egy szent ember, egy igaz ember, Isten gyermekes,
mindegy, ő mit akar, ő valahogy örökké az ellenkezőit akar, megmutassa, hogy én is jó vagyok, vagy hogy másképp kéne. Tehát ezek ilyen emberi tulajdonságok, de ő ezzel számol, és ezt tudja is. Hogyha az ember alázatos marad, akkor ő helyre tudja igazítani, tehát nincsen semmi baj a tévedésekkel, mert azok jönnek ösztönösen. Így éltünk évtizedeken keresztül, ő nem várja, hogy én itten egyik persze a másikra teljesen másképp viselkedjek, mert tudja, hogy nem fog menni. Jöjjön ki Levikém, Kingám, Atikám, Kornéliám, ami van, és persze, ki kell jöjjön. Nem szép, kellemetlen, nem kellemetlen, pokolian fájó, de kijön. És ez jelenti azt, hogy én befogadom őt. Nem az, hogy az ajtó előtt ő áll, meglátom, és akkor oda megyek az ajtóhoz, kicsit kinyitom, vagy kicsit nyitom a kulcsukon, ott leskelődős beszélgetek rajta kívül, hogy ja, Jézus, igen, persze, meghallgatlak, és te is hallgass meg, és van egy ilyen kapcsolat az ajtón keresztül, de nem, ez ezzel jár, ha én beengedem őt, befogadom őt, lehetetlenség, hogy újra meg újra ne jöjjön elé az emberi természetem, de hogyha engedek neki, gyönge vagyok, akkor szépen lassan, apránként, fokozatosan, napról napra az ő lelke fog tudni győzedelmeskedni az én óemberem fölött, és így lesz természetes az, ami vagyok. Így lesz természetes bennem a Krisztus lelke. És bárki ezt hallgatja, ezt bátorításként mondom, hogy ne kárhoztassátok magatokat, hogyha visszajön az óemberi természet. Az visszajön. Ne akard leplezni, ne akard vallásos lelkülettel leplezni, hogy újra leplezni, mint Ádám és Éva. Ne leplez, hagyja, de úgyis tudja, mi van ott. Inkább mondd ki, vald meg őszintén, fájjon, sírjál, kerülj a padlóra, törél össze, és hagyjad, hogy ő emelj fel. És amikor ő felemel, azt érzed, hogy már a régi kezd elmúlni. A régiek kezdenek elmúlni, és íme újjá lesz minden a Krisztusban. És így, hogy ezt olvast Attila, kezdte olvasni, ugye itten a lábmosásról van szó, Jézus elmondja, hogy én megtisztítottalak titeket, tisztogatlak titeket, és nem sokára be is jelenti, hogy ő hogyan fog visszamenni az atyához, tehát hogy ő visszamegy az atyához. És ez az út, amiről Jézus beszélget, hogy mi is vissza tudjunk menni az atyához, hogy az útunk az biztos legyen, az út az ki legyen, az tűzve, ahogy Krisztusnak is ki volt tűzve, és ha ő ezt elvégezheti bennünk, amíg élünk, addig végzi, akkor biztosra mehetünk, hogy a mi utunk is oda fog vezetni, ahova neki, és örökkön-örökké együtt leszünk majd, és már most is vagyunk. Kinga mondta, hogy elveszette a régi barátait. Hát az ember ugye mindenre gondolna, csak éppen nem egy ilyen fületésre. Pedig épp ez a lényeg, hogy a régieket elveszi. Tehát a régieket lemossa. A féltve őrzött mocskot, ami rajtunk van, a szívünkön van, az elménken van, azt próbálja lemosni. És ennek sokszor részét képezi az is, hogy lemossa rólunk a régi közeget, hogy tudjon minket átformálni, tudjon kettesben maradni velünk. És engedi, hogy hát akár ugye bohózot csináljunk magunkból azáltal, hogy elmondjuk, hogy velünk mi történt. És engedi, hogy a régiek ugye lenézzenek. És ez nagyon jó, mert pont ezáltal történik meg az elválasztódás. Mert ahhoz, hogy át tudjon formálni valakit, Istennek a lelke, az igazság, fontos, hogy őt külön válassza a régi közlektől. Ezt én is megtapasztaltam, hogy amikor az út elején úgy kétfelé sántikáltam, és próbáltam mind a két terepen, mind a két úton úgymond helytállni, akkor éreztem egyfajta ilyen skizofréniát, hogy akkor valami nem stimmel velem, tehát úgy régi is vagyok, meg új sem vagyok, tehát minden akartam lenni, és semmi sem voltam. És igen, tehát a fürdésnek, ugye a lábmosásnak, a lábmosást megelőző átalakulásnak, az, hogy olvasom az igazságot, hallom az igazságot, és az átformál engemet, részét képezi az, hogy
Isten a réget elveszi tőlem. De nem azért, mert balhét akar a régek is közöttem, hanem azért, hogy tudjon engemet nyugodtan átformálni, mert tudja, hogyha egyszerre két asztalról eszek, az nekem nem lesz jó, az nekem gyomorontást fog okozni. És sokan ugye itt hibázták el, hogy örömmel fogadták az evangéliumot, örömmel fogadták Jézusnak a szavát, az életre hívó szavát. De ugyanakkor nem tudták elengedni a régit. Nem tudtak megbarátkozni vala gondolattal, hogy a régiek el kell múljanak. Ahhoz, hogy megteljünk az újjal, hogy az új ajándékot odaadja nekünk Isten. A régeket el kell vegye tőlünk. Hogy a kezünkből, ugye, a kezünket elengedjük, a kezünk izmait, hogy a régi kihessen belőle. Hogy tudjuk fogadni az újat, amit ő kínál számunkra. Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen, nyugtalankodik lelkében, és bizonságot tűn, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintének, bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus keblén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Ínt azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus keblére hajolván mondta neki, Uram, ki az? Felele Jézus, az, akinek a bemártott falatot adom. És bemártva a falatot Adá Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor beméne abba a sátán. Mondta azért neki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ez pedig senki sem érti a leültek közül, miért mondta neki. Némelyek ugyanis állítták, mivel hogy az erszény Júdásnál vala, hogy azt mondta neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit az szegényeknek. Az pedig mihelyt a falatot elvevi, azonnal kiméne, vala pedig éjszaka, ekkor. Erről van egy nagyon jó film is egyébként, ami megmutatja azt a dilemmát, amikor Jézus bejelenti az apostoloknak, hogy valaki őt el fog árulni. És mivel, hogy ragaszkodtak hozzá, úgy mindenki félt, tehát senki nem volt elbizakodott, mindenki félt, és félt attól, hogy ő lesz az, aki elárulja a mestert. És az igazság az, hogy ezt a filmet az ember megéli ezen az úton, én is megéltem. Többször is megélem, hogy vajon lesz nekem, tehát ki fogok végig tartani, vagy valahol el fogom árulni őt úgy, hogy ez az árulás már nem lesz ugye, megfordítható. És ugye érdekes az a dolog, hogy akinek ugye a falatot adja, ez azt is jelenti, hogy Júdás ott volt vele 3,5 éven keresztül, és vette a falatot Istentől, személyesen Istentől. Együtt étkezett az apostolokkal, nem csak halat és kenyeret, hanem az élet beszédét vette magához folyamatosan, és egyszerűen nem akart megfogadni benne. Mert a kezében volt valami, az erszény. Ugye, ott volt a kezében az erszény, ami túl nehéz volt. Hogyha az erszényben semmi nem volt, ha az erszényben csupán egy talentum lett volna, akkor is nehéz lett volna. Mert nehéz, mert ugye az lehúz a földre, mert az földi, az a császári. És én azt, ha azt fogom és erősen fogom, tartom a markomban, akkor nem tudom kénytani a tenyeremet, hogy elfogadjam Isten kegyelmét, az ő igazságát. Azt az örökkévaló kincset, amelyet senki el nem vehetne tőlem, ugye? Tehát ez is nagyon beszédes, hogy nem hiába volt ugye Judás a kincstárnok. És persze ez a történet felteszi azt a kérdést neked és nekem, kedves barátom, hogy mi van a kezedben? Melyik az erszény, amit a kezedben tartasz? Mert ugye itt azt gondoljuk a legtöbben, hogy jó, az csak pénz lehet. Nem igaz. Azt látjuk, hogy a Bibliában, hogy akinek ilyen, mondjam azt, ilyen szellemi kincsei voltak, ugye a farizeusok, akik kívülről fújták a Bibliát, a Tórát,
a betűnek a birtoklói voltak, jól bírták ugye a betűt, és jól tudták azt használni. Azok számára sokkal nagyobb teher volt ez a tudás, mint az anyagilag gazdag emberek számára az erszély, a pénz. Tehát az erszényben nem biztos, hogy pénz van, barátom. Az erszényben lehet például hírnév is. Az erszényben lehet a te szakmád, a te tekintélyed, a te szokásaid, a te vallásod, a te papod, a te ismerettséged, a te büszkeséged, a te kevésséged. Mi van az erszényedben? Mered-e kérni a mindenható Istent, az ég és a föld teremtőjét, hogy megmutassa, hogy abban az erszényben, amit te, mint Júdás, a kezedben tartasz, mi van? Mi húz le téged a földre? Mi köt össze téged a földdel, úgymond? Mi földdel le? Mi földdel le? Mi ragaszt téged össze a földdel, és mi nem engedi, hogy Isten kezébe kapaszkodva felemeltes a mennyek országába? Mi nem engedi? Mi van a te erszényedbe? Elmondhatom, az én erszényemben nagyon sok minden volt. Nem fogom itt el most felsorolni. De talán még most is sok minden van, amit Isten ugye rendre megmutogat nekem, és épp a lábmosás által, amikor hallom valamelyik utitársamat beszélni, megnyilvánul Istennek a lelke által, Isten nekem mutogatja, hogy hello, ez van a te erszényedben, és óriási a súlya, és lehúz téged a földbe, a földre, és ha nem ügyelsz, akkor még tovább is fog téged húzni egyenesen le a pokolra. Hát én itten kell küszködjek a könnyeimmel, mert itten egy olyan jelenetet tár fel nekem Jézus, hogy hát ennél erősebb, ennél szebb kapcsolatot férfi és férfi között, mint szeretet. Ezt tényleg, mint apa és a fia, úgy tudom elképzelni. Hát ugye megmosta Jézus a lábukot, megmosta az ő lelküket, feltámasztotta őket a halálból, telve voltak ők is mindenféle gonoszsággal, és láthatjuk, hogy Jézus Krisztus, ő nem egy olyan orvos, aki annak ellenére, hogy gennyezzünk, bűzlünk a bűneinktől, és megtisztít, azt mondja, hogy hát most jó 2 méter távolság, tartózkodjunk egymástól, hanem nézd meg, utána együtt esznek. És János, figyelj meg, hogy hallgatja Jézust. Ő nem is a szavait hallgatja, hanem a szívét. Rá van hajolva Jézusnak a mellkasára. És miközben beszélget, ő a szívét hallgatja. Ennyire szeret Jézus minket. Azt mondja, gyere, hajolj rá. Hallgass meg a szívemet. Beengedtél a szívedbe, én is beengedlek a szívembe. Hallgass meg, hogy én mit mondok. És Jánosnak sem ciki, senkinek se ciki. Természetes, hogy János ráhajol Jézusnak a mellére, mellkasára. És úgy vacsoráznak, mint a apa és a fia. Hát ez nagyon fontos, amit mondasz, Levike. Nem tűnt fel nekem ez, és nem annyira, bár ugye Isten megmutatta nekünk, hogy nagyon sok ilyen jelentéktelenek tűnő résznek is nagyon mély mondani valója van, és sokszor azt történik, hogy a harmadik olvasat után válik nyilvánvalóvá, hogy
mi volt az, ami először elkerült a figyelmünket. Egy nagyon fontos részlet, ugye, hogy itt megmutatja, hogy miért volt János Jézusnak a kedvenc tanítványa, a szeretett tanítványa, akit Jézus szeretett, ott volt mindig mellette. Azért, mert János nem a füleivel hallgatta Jézust. János nem a betű szerint hallgatta Jézust. Nem azt hallgatta, hogy milyen hangsúlyjal beszél, milyen tagoltsággal beszél, vagy milyen dialektussal beszél, hanem azt hallgatta, ami az ő szívéből jött, az ő lelkét hallgatta. János volt az, bár Péter volt az első. Péter volt az első, aki lélek által hallotta Istent és Jézust, és kijelentette, hogy ki Jézus valójában. De mégis János volt az, aki erőteljesen bement abba az állapotba, és ott is maradt. Abból az állapotból írta meg a jelenések könyvét János. Ő nem agyalt, mint én például. Én egy ilyen farizeus típusú vagyok, és amikor hallom a jánosi lelkületet, akkor az igazság az, hogy én is meg vagyok idézőjelbe vádolva, és szükségem van arra, hogy meg legyen mosva a lábam, hogy engedjem el már a betűt, azt a törvényt, azt a szabályt, és lássam meg, hogy mi van mögötte. Mert ugye Júdás, ő hogy hallgatta Jézus távolról, hallotta az ő szavait. Sokan hallgatják Jézusnak a szavait a templomban, a gyülekezetben, jó távolról, vagy olvassák a hangos Bibliát, hallgatják az ő szavait, de nem hallják, hogy hogyan dobog Jézusnak a szíve, ahogy Levike mondta. Nem hallják, és nem halljuk. Márpedig, hogyha nem halljuk, hogy hogyan dobog az ő szíve, hogy az ő szívéből mi jön ki, melyik az a lélek, amelyik minket fel akar támasztani, és meg akar teljesen tisztítani, akkor a betűt hiába olvassuk, teljesen fölösleges. Ha nem kívánjuk hallani, vagy ha egyáltalán nem látjuk be, például, ha hallod ezeket a szavakat, és magadra ismersz, és nem tudod te belátni azt, hogy ez a fickó rólam beszél mostan, ez én vagyok, Istenem, én sem hallak téged, ismerem a betűt, és látom a logikát benne, látom az összefüggéseket, de a szíved dobogását nem hallom. A szíved dobogását ki fog engemet feltámasztani? Hogy fogok én megmenekülni, amikor nem hallom Jézusnak a szívét, csak a száját? Isten könyörüljön rajtunk. Igen, János olyannyira benne tudott maradni abba gyermeki, tiszta szívű, szelíd, alázatos lelkületbe, amivel ugye hallhatta még Jézusnak a szíve dobogását is, hogy ő volt a 12 közül az egyedüli, aki végigélhette öregkoráig ezt az állapotot, és pontosan annak okáért, hogy gyermek tudott maradni, és Istennek úgy volt kedves, hogy őt megtartsa. Tehát nem volt neki arra szüksége, hogy minél hamarabb, mint ahogy a többiek ugye vértanúk voltak, hogy minél hamarabb elmenjenek, hogy nehogy megfertőztessenek újra az óemberrel, a régi szellemiséggel, a régi lelkülettel, vagy más szóval, tehát nehogy megint visszakívánják a világot. És ezzel a tiszta gyermeki lelkülettel egyedül János rendelkezett, tehát nem volt neki veszélyes itt maradni, mert tényleg úgy bement abba az állapotba, hogy ki se jött. És ezért ő volt az egyedüli, aki úgy tudom, 90 éves koráig maradhatott ebben a földi valóságban Isten kegyelméből és az ő dicsőségére. Igen, mert a Pál apostol azt mondja, hogy a betű önmagában megöl. Ha nincsen Krisztusnak a szíve, a lelke ott, ami megeleveníteti a betűt, az elmondott szavakat, bármennyire is igaz az a szó, azzal nem lehet más csinálni, csak kaszabolni, gyilkolni. És János, már itt, ahogy közeledik Jézushoz, ahogy van Jézus mellett, látszik, hogy ő
hogy ő szó szerint belé bújik Krisztusnak a lelkébe, a szívébe, hogy azáltal értse, hogy mit mond, hogy annak a lelki töltetét érezze, értse. És hát ezen menjünk át mindannyiunkon. Ezeken menjünk át mindannyian, mert a gyermeki lelket megöltük, megölte a világ mindannyiunkban, szinte kivétel nélkül, bár vagyok benne biztos, hogy egy párunknak még megvan, de úgy, ahogy a 12-ből egynek megvolt, úgy most is 12-nek lehet, hogy megvan egy, de nekem nem volt meg, és az nem baj, mert Jézus azt mondja, hogy neked is van hely a keblemen, elég nagy, mindannyiótoknak van hely a keblemen, gyertek, nyugodjatok meg, tegyétek rá a füleiteket, és én tanítlak titeket, hogy a betű, amit olvastok, a szó, amit hallotok, az társuljon az én lelkemmel, az én szívemmel, és akkor lesztek olyanok, mint én. Mikor azért kiment vala, mondta Jézus, most dicsőítették meg az embernek fia. Az Isten is megdicsőítették ő benne. Tehát most nyilvánul meg Isten Jézusban. Ha megdicsőítették ő benne az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt. Az, hogy Isten megdicsőíti az ő fiát, azt jelenti, magyar lefordítva, hogy a réges nyelvezetről, hogy Isten megmutatkozik benne. Tehát Istennek ez a kívánsága, hogyha ugye megszemélyesítjük, mint hogyha emberről beszélnék, az atyának, az édesapának az a kívánsága, hogy az ő fia átvegye az ő mesterségét, az ő tudományát, az ő bölcsességét, hogy az ő bölcsesség, az ő tudománya, az ő mestersége létezzen az ő fiában, hogy a fia örömmel végezze az apjának, az apjától örökölt mesterséget, ugye, ami nem más, mint az élet, a szeretet, ugye. Erre lettünk tanítva, erre lettünk teremtve itt erre a földre. Tehát akkor dicsőítetik meg, akkor dicsőül meg Isten az ő gyermekében ma is, hogyha az ő gyermeke azt cselekszi, amit ő mond. Az ő gyermeke kívánja hallani Istent, mint ahogy János hallgatta Jézus szívdobogását, ugye? És amit hall az ember, azt meg is cselekszi, és nem késlelteti a Istennek a szavát, nem halassza el, nem halassza meg, hanem azt véghez viszi úgy, ahogy Isten neki adja. És akkor Istennek az akarata megmutatkozik, és azáltal, hogy Istennek az akarata megmutatkozik, mi Istennek az akarata? Az élet. Hogy a holtak feltámadjanak, hogy a bénák újra járjanak, a süketek halljanak, és a vakok újra lássanak. Ez Istennek az akarata. De hogyha az Istennek a gyermeke nem engedi, hogy megmutatkozzon benne Istennek az akarata, hogyan támadjon fel a halott, aki vakságban van, meg van fertőzve a média által, a világ hazugsága által, a saját bűnei által. Hogyan támadhatna fel? Így van-e? Csak akkor tud ez megtörténni, hogyha a gyermek, Istennek a fia, Istennek a gyermekei, ugye, engedik, hogy Isten megdicsőjön ő bennük, megmutatkozzon ő bennük, mint ahogy Jézusban is megmutatkozott, és azáltal a betegek meggyógyultak, a holtak feltámadtak. Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek, most nektek is mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Egy kedves barátunk, utitársunk, egyszer nekem feltett azt a kérdést, hogy Jézus hányszor mondta, hogy szeretlek. És én lefagytam ettől a kérdéstől,
mert egyből tudtam a választ. Istennek a lelke, mivel a kérdés Isten lelkétől jött, a barátom által. A válasz is Isten lelke által jött, hogy Jézus egyszer sem mondta, hogy szeret minket. Egyszer sem. Vagyis nem mondta azt, hogy szeretlek, Jézus. Nem mondta azt, hogy szeretlek. Ő el volt foglalva a szeretettel. Ő azt tette, azt ő megcselekedte. Kijelentette Istennek az akaratát erővel, hatalommal. Vigasztalással, bátorítással, tanítással, tisztítással, a szívek megmosásával. Így szerette ő az embereket. Egyszer sem mondta, hogy Péter, annyira szeretlek én téged. Ilyen sosem volt. Az olyan volt, hogy távozz tőlem, sátán. Na, így szerette Pétert Jézus. Megmondta egyenesen a szemébe, hogy Péter, most a test szól belőled. Ha te azt fogod követni, te el fogsz veszni, Péter. Így szerette Jézus Pétert. Így. Nem azt mondta, hogy jaj, János, Péter, annyira szeretek, annyira oda vagyok, értetek. Nem, nem. Hanem úgy, legutóbb ugye úgy szerette Pétert a Getsemáné kertbe, a szenvedés kertjében, hogy távozz tőlem, sátán. Figyelmeztette Pétert arra, hogy ő visszazuhant a testbe, a testből szól, a testből félti, és nem gondol ő a lélek dolgaira, a mennyek országának a dolgaira. Így szerette Pétert Jézus. Tehát azt mondta, hogy szeressük egymást, de úgy szeressük egymást, ahogy ő szerette az ő tanítványait, az ő barátait. Isten szavával, az ő igazságával. Lélek által kijelentve azt. Igen, hogyha valakiben most megfogan a kérdés úgy, ahogy bennem is korábban, hogy akkor én hogyan tudok helyesen szeretni, hát akkor egyszerű. Hagyd, hogy Jézus mutassa meg. Hagyd, hogy Jézus tanítsa meg. Hagyd, hogy Jézus cselekedje meg veled. Úgy, ahogy ez az egész fejezet erről szól. Tehát Jézus nem kér olyant, amit ő már neked nem mutatott meg. Jézus nem kér olyant, hogy mondjál, amit ő már nem mondott meg neked. Mert a tanítványai is, a gyermekei is, a barátai, ők csak arról tettek bizonyságot, amit láttak Jézustól, és amit hallottak Jézustól, és amit megcselekedett velük, és így tudjuk őt szeretni, hogyha befogadjuk a szívünkbe. Ennél jobban nem tudjuk szeretni. Ennél nagyobb szeretet nincs az emberben, mint ha valaki beengedi a Krisztust a szívébe, az ő lelkébe. Ennél nagyobb szeretet nincs. Nincsen emberben. Ez az igazi szeretet, ha hagyom, hogy ő bejöjjön az én életembe, és elvégezze azt, amit ember nem tud elvégezni. És azáltal, hogy ő ezt elvégzi bennem, olyan ember nincs, hogy ne kívánja meg, hogy ő ezt ne végezhesse mással. Mert aki ezt megéli a lelkében, a szívében, amit ő elvégez, ő megtudja, hogy ő feltámadt a halálból, hogy ő milyen megkötözöttségekben, milyen függőségekben, milyen rabságban szenvedett ő mostanig, és azt kívánja mindenki számára, hogy ő, a másik is, az embertársa is megízlelhesse ezt, egy kicsit megízlelhesse ezt, vagy még jobban, mint én, ki amennyire engedi, hogy ez megtörténhessen vele. Erről szól Krisztus, erről szól az evangélium, erről szól az Úrnak a kedves esztendeje. Amíg én nem szembesültem azzal az ő kegyelméből, hogy az én szívem az olyan állapotban van, hogy a szeretethez semmi köze, addig én nem érthettem ezt a részt, nem... Habár éreztem és megéltem, hogy Jézus jelen van az életemben, Jézus szeret, csak azt nem értettem, hogy akkor én miért nem tudok szeretni. És ez akkor tudott megtörténni, amikor úgy fohászkodtam hozzá, hogy mutassa meg a szívembe, mi van, mutassa meg, hogy az én szívembe a szeretet miről szól. És akkor szembesülhettem azzal, hogy az én szeretetem az hazugság volt, az én szeretetem az gyűlölet volt, az én szeretetem az versengés volt, humanizmus, emberi ragaszkodás, és
ilyen szeretettel volt tele, ilyen ismeretekkel volt tele az én szívem, és bármennyire akartam én úgy szeretni, ahogy valamelyest értettem, hogy Jézus szeretett, és szeret bennünket, de én nem tudtam azt megcselekedni addig, amíg ezzel a kosszal, ezzel a világtól eltanult szeretettel nem szembesültem. Tehát amíg én nem láttam meg, hogy az én szívemben is csak olyan hiába való szeretet van, addig nem tudtam megélni azt, hogy átadjam magam az ő szeretetének, hogy ő szeressen helyettem, mert kiderült, hogy én nem tudok. Nem tudok, és most is bármennyire erőlködnék, hogy szeressek, az csak erőlködés lenne, képmutatás, és eljátszanám azt az embertársaimnak, hogy szeretem őket, mert én csak azt a módját ismerem, ami nem szeretet a szeretetnek. Úgyhogy hogyha meg akarom élni, hogy milyen az, hogy Krisztus szereti általam az embertársaimat, akkor az csak úgy lehetséges, hogy ezen szembesülés után, hogy kiderült, hogy én nem tudok szeretni, akkor megértettem azt, hogy csak ő tud szeretni, ha engedem rajtam keresztül, és csak azon a módon, hogyha megtanulok tőle alázatos, szelíd szívű maradni, ha már megtisztította azt, hogy hagyjam, hogy ő szeressen, és azt a szeretetet, amit látom, láthatok lelkiekben, hogy ő megcselekszik rajtam keresztül, így dicsőül meg az ő szeretete, és akkor elmondhatom, ha kérdezik az emberek, hogyha valami jót láttak általam vagy belőlem, akkor az nem én voltam, hanem a Krisztus. Azt mondja Jézus, hogy két parancsolat van. Az első és legfontosabb az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel. És a második hasonlatos ehhez, szeresd embertársaidat úgy, mint saját magadat. És Jekinga azt mondta el, hogyha az első parancsolat, hogyha az nincsen meg, az én életemben, hogyha nem kívánom teljes mértékben átengedni magamon Istennek az akaratát, akkor én nem tudom szeretni az embertársamat. Amíg én saját magammal vagyok elfoglalva, a saját elképzeléseimmel, a saját teológiámmal, a saját okoskodásaimmal, addig nem engedem át Istent saját magamon. Tehát az első parancsolat úgymond nem teljesül. Az igazság lelke nem tud átmosni engemet, és nem tud átfolyni rajtam. Ezért nem tudom szeretni az embertársamat. Hiába is próbálom. Maximum úgy, hogy Mikuláskor ugye ilyen ajándékokat csomagolok a szegényeknek, hogy ejtessem, hogy én is nagyon jó ember vagyok. És erről beszélt ugye Kinga, hogy ezt csináltuk egy életen keresztül, miközben megveregettük a saját vállainkat, és egymást is belájkoltuk, hogy milyen szépen tudunk szeretni. Tehát aki Istent nem szereti, aki nem tudja teljes lényével kimondani, teljes szívével, teljes elméjével, teljes erejével, hogy mindenható Isten, mi atyánk, legyen meg a te akaratod, mert az enyémet már tapasztaltam, tudom, hogy milyen, az maga a halál. Legyen meg a te akaratod, könyörülj rajtam, könyörgöm, hogy a te akaratod legyen meg, és ne az enyém. Mert Jézus is így imádkozott a halála előtt, a test halála előtt, hogy Istenem, hát én ezt erős nem kívánom, ezt a porrat kiinni. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod, és ne az enyém. Mert a testem ellenkezik. A testem ellenkezik veled, mert a test ragaszkodik a saját királyságához, a saját birodalmához. De a testnek a ragaszkodása, a testnek az uralkodása, az maga a halál. Ezért mindenható Isten, legyen meg a te akaratod. És amikor ezt teljes lényemmel ki tudom mondani, na akkor tud megtörténni a szeretet. Az a szeretet, ami az életre visz, és nem a halálba csalogat, mézes, mázas szavakkal, pozitív gondolatokkal. Hát én 6 éve ismerkedek Jézussal, de én
megvallom azt, hogy én nem tudom szeretni, azért nem tudom szeretni, mert sokszor nem engedek az ő szelíd hívó szavának, hogy tudjon engemet használni, hogy megcselekedhesse azt más emberekkel, amit velem megcselekszik, és hát vágyom rá, és igazából akkor érzem azt a szeretetet, hogy tudok szeretni, amikor tényleg engedem, hogy a lélek engemet megmozgasson, hogy használhasson, és akkor érzem azt, hogy az édesatyám Krisztus visszaigazolásként, mintha átölel, átkarol, és érzem a szeretetét, és akkor érzem azt, hogy tudok szeretni helyesen. Ez nem megy egyik napról a másikra. Bárki, aki nemrég indult el ezen az úton, vagy már rajta van, ezt is bátorításként mondom, hogy ez nem fog menni egyik napról a másikra, hanem amíg élünk, addig fogjuk tanulni ezt a szeretetet, és meg fogjuk tapasztalni, ahogy mondja Jézus, hogy ha hagyjátok, hogy én általatok létezhessek, élhessek, cselekedhessek, beszélhessek, megmaradtok az atyám szeretetében, úgy, ahogy én is megmaradtam az atyám szeretetében, miképpen én is engedtem az ő lelkének. Egyre jobban belátom, beismerem, hogy nincs másnak értelme, csak annak a tökéletes tervnek, annak a tökéletes elképzelésnek, amit édesatyánk minden nap előkészít számunkra, teljesen új kihívások, teljesen új kaland, és ennél izgalmasabb, ennél szebb, és ennél jobb dolog nincs ezen a földön. Úgyhogy én is tanulom az ő szeretetét, és amíg élek, tanulni fogom. Mondta neki Simon Péter, Uram, hová mégy? Felele néki Jézus, ahova én megyek, most utánam nem jöhetsz. Utóbb azonban utánam jössz. Mondta neki Péter, Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom érted. Felele neki Jézus, az életedet adod értem? Bizony. Bizony, mondom neked, nem szól addig a kakas, míg nem háromszor megtagadsz engem. Amikor találkozunk Isten szerelmével, szó szerint Isten szerelmével, a jóságos Isten szerelmével, amit ő megmutatott Krisztus által, akkor ugye mi is megfertőzhetünk az által, és kívánjuk, hogy bárcsak már a miénk lenne, bárcsak már ugye egyé olvadnánk azzal, avval a szeretettel, és úgy tudnánk létezni, ahogy Isten azt elképzelte. Viszont Jézus azt mondja, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Amit mi láttunk tőle, bár tetszik nekünk, ugye a test akadályozabban, a test hadakozik a lélek ellen. Tehát nem tud úgy olyan könnyen megtörténni, mint hogy a lélekben megtörténik, mert a lélek egyből felismeri az ő teremtőjét, a mindenható Istent, az igazság jelenlétében, ugye, örömmel fogadja, de a Jézus elmondja a magvető példázatában, nagyon sokan elszakadnak, már az első néhány lépés után elszakadnak Isten lelkétől, hiába, hogy összelettel kapcsolva vele Jézus szavai által, de elszakadnak is, felsorolja, hogy hogyan esnek el az emberek, hogyan buknak el. És elmondja a Péternek is, hogy Péter még nem állsz készen. A lelked készen áll, a lelked ugyan kész, mert kívánja az igazságot, annak az állandó jelenlétét, de a test erőtlen. A test, az elme is oda kell idomuljon teljes mértékben Isten országához. Annál is inkább, hogy szükség van arra, hogy itt a földön, még itt a földön legyen világosság, hogy a te világosságod által, kedves Péter és Attila és mindenki más is megláthassa Isten világosságát, az élet világosságát, megkívánhassa azt. És hát ugye Péter akkor nem mehetett Jézussal, sőt, ugye nyilvánvalóvá vált az, hogy ő még nincs teljes, tehát még nem telt meg Isten lelkével. Tehát Jézus ilyen meghalt, feltámadt, és még ugye visszajött, nem tudom én hány napig, tanította őket,
és még utána is azt mondta, hogy még 10 napot várjatok, amíg megteltek teljes mértékben Isten lelkével, az igazság lelkével, amikor már teljesen szabadok lesztek, az én fizikai jelenlétem nélkül is, ugye? És megmutatta Péternek, és Péter által megmutatta nekem is, neked is, és mindannyiunknak, hogy hogyan tudja még a test elbuktatni a lelket, és hogy milyen könnyű megtagadni. Amikor először találkozunk vele, akkor nem gondolnánk azt mi sem, hogy valaha meg fogjuk őt tagadni. Én sem gondoltam volna azt. Mert akkor láttam Istennek a szent jelenlétét, amikor ott bejött az én szobámba, az én házamba. És akkor az utolsó gondolat lett volna az, hogy én valaha meg fogom tagadni, és mégis megtagadtam őt. És nem háromszor, mint Péter, mert ugye könnyen lehetne azt gondolni, hogy jaj, Péter, milyen gyenge volt. Ott volt vele 3,5 éven keresztül, ha én vele lettem volna 3,5 éven keresztül. Én biztos nem tagadtam volna meg Jézus. Ugye gondolja az ember. De viszont ugye, amikor valaki el az útra lépik is, és próbál hűséges is lenni, bizonságtevő lenni, na akkor megtapasztalja a harcokat, ugye a kemény harcokat, a két világ között, a lélek és a test között, és megérti azt, hogy nem is olyan nehéz megtagadni az igazságot. Elég csupán egy pillantás a testre, a tengerre, az emberi elképzelésekre, az emberi félelmekre, az emberi kétségre, a bizonytalanságra, a világra, a médiára, és már is megtagadtuk őt, és süllyedünk. És utánunk kell nyúljon az ő jobb karjával, és kihúzom minket a tengerből, a népek tengeréből, a tömegszellemből, hogy megmentse a lelkünket. Tehát, hogyha valakit láttok elbukni, és azt gondoljátok, hogy miféle hite van, miről beszéltünk mostanig, gondolj akkor Péterre. És ha nem gondolsz Péterre, és nem tudod elképzelni magadat az ő helyében, akkor egy picit még várjál, mert Pál apostol azt mondta, hogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És aki nem látja át az ő embertársának a helyzetét, a képességgel elbukik, az az ember sajnos ő is el kell bukjon, személyesen el kell, a lába össze kell akadjanak, hogy elbukjon, hogy megértse, mit jelent az, hogy amikor az ember ugye ebben a világban van, két világ között, a lélek és a test között, és vívódik, egész könnyű elbukni. És persze az én komfortomból, ugye az összkomfortos lakásomból, a teljes biztonságból, hát nekem kissé fura, hogyha valaki elbukik. Péter, hát mit tagadtad meg Jézus? Hát bolond vagy? 3,5 éven keresztül vele voltál? Vele ettél, ittál, és hallottad Istennek a szavát? Hát hogy tagadhattad meg? Könnyű ezt gondolni. Az európai kényelemből, ugye, álkomfortból, álbiztonságból, ugye, jólétből, teljes álbiztonságból könnyű azt gondolni, hogy Péterrel bajok voltak, mert ő elbukott, ugye, és háromszor megtagadta Jézust. Tehát ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy háttal verem én Pétert, többször megtagadtam, mint háromszor. Péter, ha csak háromszor tagadta meg, hát ő egy nagyon gazdag ember, azt kell mondjam. Ő nagyon gazdag ember. Adja az Úristen, hogy te, aki ezt hallod, sose takad meg őt. Sose essél a Péter hibájába, se a Júdás hibájába, se az én hibámba. Teljes szívemből kívánom. Ha valakinek még van valami, azt még akkor mondja el. De ha mégis belesnél, hasonlóképpen, mint Péter, mint Attila, mint Kinga, mint Levente, mint Kornélia, akkor emlékezz vissza, hogy Jézus milyen szeretettel gondol akkor is rád. Ő szabadságot ad, még akkor is, hogyha rálépsz erre az útra. Ő nem erőszakoskodik, nem erőlteti. Nem ment oda Péterhez, könyörögjön, hogy emlékezz vissza Péter, arra 3000 emberre, 5000 emberre, csodákra, halottak feltámasztására. Anyósodat meggyógyítottam, a szemed láttán. Nem ment oda, hogy ezekre emlékeztesse, hogy ott ne tagadja le azt, hogy ő a Krisztushoz tartozik. Ő nem a Krisztus tagadta meg. Nem a Krisztus tagadta le, hogy nincs Krisztus. Ő tagadta le azt, hogy ő hozzá tartozik. Mert még a lélek nem állt készen, hogy teljesen egyé forjon, formálódjon ő vele. De később igen. Később, ahogy elkezdte a szeretetet megélni, hagyta, hogy a Krisztus a szeretetet általa
megtanítsa, és általa lélek növekedjen. Elérkezett arra pontra, és már nem testből, nem agyból jelentette ki, nem elképzelésből, hogy na most már én biztos készen állok a keresztre, hanem alázattal Isten és Krisztus dicsőségére azt mondta, hogy feszítsetek meg fejjel lefelé, mert nem vagyok méltó, hogy úgy meghalljak, ahogy Krisztus. De mielőtt ez megtörtént volna itt Péterné, hogy elárulta, megtagadta, hogy ő a Krisztushoz tartozik, Jézus előtte imádkozott. Péter, tudom, hogy meg fogod tagadni, hogy te hozzám tartozol, hogy velem egy vagy. Te én imádkozom, érted, hogy majd mikor újra megtérsz, sírni fogsz, szenvedni fogsz, mert megtagadtad az életet, és felvállaltad a halált, de imádkozom érted, hogy mikor majd megtérsz, megvigasztalhatlak, szembesíthetlek, és újra erőt adok, akkor majd tudjad bátorítani a testvéreidet, akik hasonlóképpen fognak botladozni, nagyokat mondani, hogy én majd ekkorát teszek, és pont úgy el fognak esni, pont úgy megtagadják, letagadják azt, hogy ismertek, letagadják azt, amit én tettem velük, elfelejtik, mintha nem is történt volna, hogy emlékeztesd őket. Látod? Ez az a szeretet. Így tanítja meg a szeretetet, hogy megtörténik veled, megtörténik velem, de már mielőtt megtörtént volna, imádkozik értem. Könyörög az atyához, és megvigasztal engem, szembesít engem, megtisztít engem, fölállít engem, megerősít engem, és azt mondja, vissza, gyerünk, Levi, gyere, már a másik is elesett. És oda meg, oda vissza lélek, és őt is vigasztalom, erősítem, szembesíti a lélek, ő is szenved, vajúdik, sír, megbánja, megerősíti a Krisztus, fölállítja, és kétszer olyan tűzzel megy tovább ő is, és megy a másik elesethez. És így fogjátok megtanulni a szeretet parancsát. A gyakorlatba. Jézus mind a 12 tanítványt egyformán szerette, és bizonyságot is tett arról, hogy nekünk is legyen bizonyságunk, és azt is kijelentette, hogy semmit nem rejtett el afelől, hogy milyen dolgokba, milyen megtévesztésekbe, milyen tévejgésekbe eshetünk bele. És az evangéliumnak pontosan ez a fejezete világít rá arra, hogy az ember valóban szembesülhet azzal, az ő segítségével folyamatosan, hogy éppen, ha már ezen az úton van, akkor éppen hol tart. És most szeretném felhívni a figyelmet, mert azt érzem, hogy Isten ezt helyezte a szívemre, hogy olyan sokat foglalkozunk Péterrel, tehát az összes tanítvány szimpatikus, ugye, hiszen ők mind megdicsőítették Krisztust, és Krisztus is őket. És ugye Júdásról kevés említést teszünk, pedig pont Júdásért volt ez a lábmosás. És az olyan Júdásért is, amilyen én is voltam mindaddig, amíg Krisztus kegyelmével és az ő kegyelméből nem szembesülhettem azzal, hogy bennem is megvan ez a lelkület. És ahogy megérthettem, ez mindannyiunkban meg lehet, hiszen mindenkinek van egy erszénye, van egy ragaszkodása, és nem tudjuk, hogy ez az erszény, Isten nélkül nem tudjuk meglátni, hogy az erszényünkben még mi van, még mivel van tele. És igenis könnyen beleshetünk abba a csapdába, amiben Júdás is került, hogy azt gondoljuk, hogy állunk közben már készülünk elesni, és Jézus ő érte is kimutatta az Istennek a szeretetét,
hiszen a szemébe mondta, tehát, hogy annak az fog elárulni engem, akinek a bemártott falatot adom. És azt mondja utána, azt írja, hogy ekkor Júdásnak ugye Júdásba sátán belebújt, és ezt úgy lehetne a földi gondolkodással értelmezni, hogy akkor valami, hogy a röpködő sátán belebújt, és onnantól kezdve ő már nem tudott úrrá lenni a saját gondolkodásán, a saját cselekedetein. És én úgy értettem meg, hogy mivel, hogy Júdás sosem, tehát ő mindig távolról hallgatta Jézusnak a beszédét, telve volt azzal a meggyőződéssel, hogy ő okosabb, mint a többiek, hiszen ugye a pénz is rá volt bízva. Ez azt jelenti, hogy egy intelligensebb, tehát a többieknél intelligensebb emberről volt szó az ő esetébe. Tehát ő ezért úgy gondolta, hogy neki nem kell folyton Jézuson csüngnie, hiszen ő távolról is ugyanúgy érti mindazt, amit Jézus tanít, amit mond. És egyébként is ő egy hatalmas hőst látott benne, aki majd a világot le fogja győzni, és meg fogja leckésztetni. És hát Judás nem gondolta azt, hogy mindent, amit Jézus mond, az őrá is ugyanúgy érvényes. Ezért amikor ő megkapta bemártott falatot, akkor ő meg lett vádolva. És ő, tehát az a sátán, amit ott ír utána, hogy sátán bújt belé, ez az ő érzéseiről szólt, hiszen megvádolva érezte magát. Azáltal, hogy Jézus kijelentette, hogy akinek a bemártott falatot adom. És amikor az ember vádolva érzi magát, akkor két dolgot tehet. Vagy beismeri, tehát felismeri magát a vádakba, és beismeri, hogy lehet, hogy tévedésbe van, téveigésbe van, vagy ellenáll ennek a lehetőségnek, és elkezd haragot érezni, és az a harag elveszi az ember eszét, és onnantól kezdve a bosszú vezérli tovább az ő cselekedeteit. És ez történt akkor is, tehát ő vádolva érezte magát Jézus által, hiszen a bemártott falatot ő kapta, és ezzel elborult az ő elméje, elborult az ő szíve, haragot szült, hogy Jézus miért gondol pont ő rá, hiszen ő volt itt a legértelmesebb, a legokosabb, ő kezeli az anyagiakat, a pénzügyieket, hogy mer róla ilyet feltételezni, de már nem volt bátorsága ezt Jézusnak a szemébe megmondani, ugye nem volt bátorsága, hogy megkérdezze, hogy ez most miért volt, miért neki adta ezt, hogyan értelmezi, tehát Judásban már nem volt meg a, mivel hogy engedte a haragot eluralkodni az ő a saját szívén, így nem volt meg a hajlandóság abba, hogy ő ezt tisztázni akarja, inkább hagyta, hogy a harag eluralkodjon rajta, úgyhogy ezért is mondta neki Jézus, hiszen látta, hogy mi megy rajta, benne végbe, és mondta is, hogy akkor amit most végig gondoltál, akkor azt cseleked meg hamar. És ezzel is még egy esélyt kapott Júdás, hogy vegye már észre, hogy Jézus még a gondolatait is ismeri, és még mindig könyörög a lelkéhez, hogy akarjon szembesülni, akarjon beszélni róla, akarja kiönteni a lelkét, akarjon megmenekülni. De Júdás nem akart megmenekülni, csak elmenekülni. És Isten szeretete, az ő irgalma, a Krisztusé azt is megengedte, hogy akkor menjen Júdás, és akkor vigye véghez, ami a szívébe megfogant abba a haragos állapotba, akkor árulja el, hát ha abból tanul, és hajlandó lesz meglátni, hogy igenis tévedett, és mindent megengedett, hogy a Júdás szívében lévő harag, indulatok, és minden feljöjjön, és megtörténjen az, ami
egyébként is meg volt írva, de Júdásnak lett volt, tehát kapott lehetőséget a szembesülésre, meg is látta, hogy ő mekkora tévedésbe esett, és hogy elárulta az egyetlen megmentőjét, az egyetlen mesterét, és azzal is szembesülhetett, hogy az árulókat ugye onnan is kivetették, ott sem fogadták be. Na és akkor lehetett volna neki a legnagyobb lehetősége arra, hogy teljes lényéből Istenhez kiáltson, és megmenekülhetett volna, és ez bármelyikünkkel megtörténhet, hogy elárul, tehát nehéz az erszény, nem tudjuk, mi van benne, és bármelyikünkkel, bármelyik pillanatban megtörténhet az, hogy eláruljuk az igazságot, eláruljuk Krisztust, de akkor még abban a pillanatban nem értjük, hogy ezt megtettük. De érezzük, hogy valami nincs rendben, de ha kitartóak maradunk, és Istenhez kiáltunk, szívünk mélyéről, teljes lelkünkből, mert meg akarunk menekülni, mert be akarjuk látni, be akarjuk az ő segítségével ismerni, akkor megkapjuk annak a lehetőségét, mert Isten Jézus által megmondta, hogy ő nem áldozatokat akar, ő nem akarta azt sem, hogy Júdás az öngyilkosságba ostorozza be magát, mert Júdással az történt, hogy ő meglátta, hogy mit cselekedett, de akkor sem volt hajlandó arra, hogy Istentől segítséget kérjen, és saját magát addig ostorozta, amíg teljesen megrokkant, és már csak abban látott lehetőséget, hogy a saját életét elvegye, és öngyilkosságot kövessen el. És ez az a legnagyobb hiba, amiből már az Úristen nem tud megszabadítani. Mert ahogy a Latornak volt lehetősége még a kereszten is megmenekülni, ugyanúgy minden embernek, ha elárulja Krisztust, de még testben van, ha van benne hajlandóság, hogy elismerje, hogy Istennek van arra hatalma, hogy bármiben vagyunk, nem mi ítéljük el magunkat, nem mi ítéljük meg a helyzetet, nem mi kárhoztassuk és ostorozzuk magunkat, nem mi döntsünk el, hogy Isten mit bocsájtana meg, és mit ne bocsájt, és mit nem tud már megbocsájtani, hanem engedjük, hogy igenis mutassa meg, hogy az ő szava az utolsó, fogadjuk el, hogy ő az Isten, hogy ő a bíró, és nem mi ítéljük magunkat pokorra. Ezt szerettem volna hozzátenni, bocsánat, ha egy kicsit hosszú voltam. Már ha Júdást felhozott, hát a lélek az tényleg sok mindent ki tud jelenteni Júdásról, és lehetne erről beszélni sokat, de ugye az a legszebb, hogyha az embernek személyesen jelenti ki, mert amiket, mit tudom, King által kijelent, Attila által kijelent, Krisztus lelke, hogy valójában mi is volt Júdásban azért, hogy én magamra ismerjek, az nagyon jó, de még jobb az, amikor Krisztus maga mutatja meg az, hogy bennem ott van a Júdás lelkülete, vagy miképp van ott Júdás lelkülete, ami nincsen leírva az evangéliumban. És úgy emlékszem, hogy pont amikor neki fogtunk beszélgetni, pont erről beszélgettünk még, ugye, hogy a képmutatás, az, hogy károsztatjuk magunkat, hogy kijön belőlünk az óember. Tehát most nekem csak Péter jut eszembe, amikor ő belőle kijött az, hogy emberi módon gondolkodott, és nem Isten szerint, ugye, amikor mondta Jézusnak, hogy nem szabad meghalj. És erre mondta Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán. Akkor a két testvére, kinek a fiai, a mennydörgésnek a fiai, akik tüzet akartak lehívni az égből, hogy elpusztítsák Szodomát. Tehát, hogy látjátok, hogy ő belőlük is feljött az, ami ott volt rejtve. És jó, hogy feljön. És jöjjön is ki.
és Jézus tegye is helyre. Júdásnál sehol sem lehet látni, hogy ő erőst így kijött volna belőle ezek a dolgok, mert ő jó leplezte vallási képmutatással. Tehát jöjjön ki. Most nem azt mondom, hogy valakiben gyilkos szándék van, ragadjon kést, és menjen szúrja le a másikot. Mert bennem az volt, a szüleimet meg akartam ölni. Hála Istennek nem történt meg. De legalább őszintén mondjam ki azt, hogy én bennem gyilkos szándék van, gyűlölet van, bosszúállás van. Ez már nagy szó, így jön ki belőlem a gonoszságnak, a fenevadnak a lelkülete, ami Júdásban benne maradt. Tehát nem azt mondom, hogy minden ocsmányságot, gonoszságot el kell követni, ami bennünk van. De hogyha Krisztus lelke már megvilágítaná, és meg akarna szabadítani, akkor ne akadályozzam azt meg, mondjam azt ki. Ha helyzetbe kerülök, szituációkba, amikor nem számítok, amire nem is számítok, és kijön belőlem az, amit én ottan próbálok vallásosan, képmutató módon leblezni, hadd jöjjön ki, vagy hadd mondjam ki, valljam meg, és akkor van esélyem megszabadulni, van esélye Krisztusnak, adok lehetőséget Krisztusnak, hogy megszabadítson. Mert hogyha én ezt a hatalmas erőt visszafolytom, ezt a gonoszság erejét, és nem hagyom a Krisztus engemet megtisztítson, meggyógyítson, én folyton abban fogok járni, hogy valahogy a Krisztust meggyőzzem arról, hogy tegye azt, amit én szeretnék. Hogyha a mennydörgésnek a fiai azt mondták Jézusnak, hogy akarod, hogy tüzet bocsássunk le a mennyből. És amikor Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mi nemű, milyen fajta lélek, milyen fenevad lelkületű lélek szólt most belőletek, a gyilkos lélek, és ha ők ott akkor nem alázzák meg magukat, és nem vallják meg azt, hogy tényleg valóban, hanem megmagyarázzák, akkor bennük marad az a fenevad gyilkos lelkület, és a Krisztus erejét, az Isten erejét arra akarták volna fordítani, hogy előbb-utóbb csak jöjjön le tűz Szodomára. Hogy én formáljam valahogyan, valamilyen módon Istent újra az én elképzelt képmásomra, az ő erejével, az ő mindenhatóságával, de ez nem történhet meg. Itt csak egy út van. Vagy hagyom, vagy engedem, hogy ő formáljon az ő képmására, vagy engedem, vagy hogyha én erőszakoskodok minden áron, az én gonosz, fenevad lelkületemmel, hogy Krisztust és Istent a saját képmásomra formáljam, akkor bennem marad a gonoszság lelkülete, amíg élek, és hogyha abból nem tud engedet megszabadítani, én annak a rabja leszek, annak a rabja maradok, az maradok, fenevad maradok, és nem tudok bemenni a mennyek országába. A mennyek országában nincs fenevad. Nincsen többet elképzelés, saját elképzelés. Isten többet nem formálhatom a saját elképzelésemre. Ott már csak ő van. Mondjad, Attila. Igen, Jézusnak azért volt fontos, hogy megmutassa és tehát megmutassa a sátáni lelkületet, ami ugye rejtett módon van meg bennünk, és ahogy mondtad is, tehát ha Jézus nem mutat rá személyesen, nem ő jelenti ki, hogy ez bennünk megvan-e, akkor az ember soha nem lesz saját erejéből tudomása róla, csak amikor már bekövetkezik a tragédia. És a sátánnak, a sátáni lelkületnek, szellemiségnek a legrejtettebb formája az az öngyilkosságra való hajlam, amikor már nem bízok az emberekbe, de nem bízok Istenben sem, viszont bízok saját magamba. És ez a legrejtettebb formája azért, mert az ember, amikor már veszni látja a saját terveit, már nem bízik az emberekbe sem, Istent is, az emberi elképzelésekből formálta meg magának az Isten képzetét, mind a kettőbe csalódik, de még önmagában nem csalódott, mert önmagában nagy a hite, és ilyenkor van az, hogy az az ember, az a lélek a halálba keresi
a nyugalmat, mert úgy hiszi, hogy abban majd meg fogja találni, inkább elszakad ettől, a látható világtól is, és ez az a lelkület, ez az a mélyen rejtett sátáni lelkület, ami ugye Júdásban is megvolt, és hát ezt láthatjuk naponta, hogy hány ember lesz öngyilkos, amikor az ember abszolút nem hajlandó megadni magát sem az embereknek, hogy legalább azokból az ő tükrükön átszembesüljön, sem Istennek, az élő Istennek, és inkább saját maga végzi el az ítéletet saját magán, tehát öngyilkos lesz. Tehát ez az a legalsó szint, ami annyira alattomos és rejtett módon van bennünk, hogy ezt tényleg csak személyesen tudja Isten ezt megmutatni és kimunkálni, és ez leginkább ugye azzal kezdődik, ott kezdődik el, amikor az ember hatalmas szerelembe esik emberek iránt, emberi tekintélyek iránt, vagy akár a képességei iránt, és ezáltal tesz szert öntudatra, önbizalomra. Ezzel hízlalja az egót, azt a hamis identitást, ami folyamatosan ellenkezik az Isten teremtette lélekkel, és amikor ez már annyira rejtett és olyan hatalmas nagy lett, akkor ez igen képes arra, hogy saját magától elvegye a megbocsátás lehetőség, felismerésének a lehetőségét, ahogy Istent, és inkább megöli magát. Én utolszóként mégis, hát amiről szól tömören velősen a 13. fejezet, ezt kívánom elsősorban magamnak és mindannyiunknak, hogy kívánjuk, engedjük, és legyünk gyengék ahhoz, hogy Krisztus megmutathassa az ő szeretetét. Nem számít az, hogy szenvedünk, inkább most szenvedjünk egy rövid ideig, de megtisztíthat, és az ő képmására formálhat lelki értelemben, az ő lelkének a képmására, és nem számít, hogy mennyit kell ezért szenvedni, minden szenvedést megér, persze ő kegyelmes is, csak mértékkel adja, amennyit elbírunk, de ez az a javunkra szolgál, ez az életet szolgálja, és tűzzük ki mindannyiunk ezt a célt, ami Krisztus előtt lebegett egy életen keresztül, hogy ő honnan jött és hová ment. Hogyha most már mi megtapasztaltuk, hogy milyen Krisztusnak a szeretete, a jósága, hagyjuk, hogy azt elvégezze. Amit lélekben elkezdtünk, azt ne akarjuk testben folytatni, és testben véghez vinni, mert lehetetlen, lehetséges. Ezáltal csak a Krisztus munkáját, az ő szeretetét akadályozzuk meg, azáltal, hogy folyamatosan mi akarjuk megmosni a lábát, vagy mi mondjuk meg, hogy mit kéne csináljon, mert mi jobban látjuk. Egyszerűen csak hagyjuk, hogy tanítson, formáljon, tisztogasson, szembesítsen, és ezáltal fog az megtörténni, hogy a régiek elmúlnak, íme újjá lett minden, és akik látni fognak, nem minket látnak, hanem a Krisztust, és ők is őt kívánják meg. Hát, Isten áldjon mindenkit!